Köszöntöm a hallgatókat, sziasztok! Ez a Direkt 36 Tényfeltáró Központ műsora a Tilos Rádión. Én Gólya Ági vagyok, a Direkt 36 újságírója. Február 2-a óta tart az ország elmúlt évtizedének talán legnagyobb belpolitikai botránya, amit Novák Katalin egy tavaly áprilisban adott kegyelme robbantott ki. Azt valószínűleg már minden hallgató tudja, hogy ez a kegyelem a Bicskei Gyermekotthon egykori igazgatóhelyettesének K. Endrének járt, akit kényszerítés miatt ítélt el a bíróság, amiért fiatalkorúakat próbált rávenni arra, hogy vonják vissza a vallomásukat V. Jánosról, az intézet igazgatójáról, aki szexuálisan zaklatta az otthonban lakó több diákot. A botránynak a szokásosnál több és jóval súlyosabb következménye volt. A kegyelmet adó Novák Katalin és a kegyelmet ellenjegyző Varga Judit igazságügyi miniszter lemondtak. Balogh Zoltán református püspök, akiről a Direkt 36 és a Telex tárta fel, hogy aktívan lobbizott az elnöki kegyelemért. Hát ő ment is és maradt is, mert zsinati elnöki pozíciójáról lemondott ugyan, de püspök maradt a református egyházban. Orbán Viktor hosszas hallgatás után végül szombati évértékelő beszédében egy egészen kiegyensúlyozott és struktúrált válaszban reagált az ügyre, de zárt ajtók mögött, szintén egy Direkt 36 nyomozásnak köszönhetően Szabó Andrástól, Pető Andrástól és Panyi Szabolcstól. Igen, csak felkészületlenül érte az ügy, és nem csak őt, hanem a kormányzati kommunikációt irányító Rogán Antalt és az ő propaganda gépezetét is. A Direkt 36 viszont hetek óta azon van, hogy feltárja, mi történik valójában a zárt ajtók mögött, és ezt már az előbb említett két cikkkel sikerült is, de még persze rengeteg megválaszolatlan kérdés van az ügyben, így ezután is azon leszünk, hogy minél többet megtudjunk a miértekről. És ez így lesz a következő másfél órában, és itt van velem a stúdióban Szabó András, a Szombaton megjelent cikk egyik szerzője, és Skype-on csatlakozott hozzánk Panyi Szabolcs. Sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok! Szabi, kezdjük azzal, hogy... Sziasztok! Szia, hallasz minket? Minden oké? Abszolút, abszolút, remekül hallok mindenkit. Oké, szuper. Akkor kezdjük veled, illetve hát Balogh Zoltánnal. Balogh Zoltán egyelőre nem egy a vezéráldozatok közül, mert ugye, ahogy mondtam, múlt pénteken lemondott a zsinati elnöki posztjáról, de püspök maradt, és az érdekel, Szabi, hogy ezzel hogyan változik az ő jogköre meg befolyása a református egyházra, és mennyire valódi következmény az, hogy ő most egyel gyengébb pozícióban van. Hát hadd kezdjem azzal, hogy én katolikusnak vagyok megkeresztelve, és nem is járok templomba, úgyhogy olyan sokat én nem tudok a református egyház belső ügyeiről, de az biztos, hogy az ő helyzete az nincs megoldva, ahogy hallom a panaszkodásokat bizonyos forrásoktól, tehát azért ő végül is az, aki politikai szempontból a fő felelőse ennek az ügynek. Úgy értve ezt, hogy ő volt az, aki ugye erről szólt a cikkünk még múlt vasárnap, vagy múlt előtti vasárnap, tehát ő volt az, aki átnyomta végül is ezt a kegyelmi kérelmet Novák Katalinon, és hát ő az, akinek ez a nyomulása, lobbizása előidézte ezt az egész politikai válságot. Tehát ilyen logikus lenne, hogy ő legyen az, aki a leginkább viseli a következményeit ennek az egésznek, de hát ő ugye eleve nem akart távozni, tehát miután megjelent a cikkünk egy vasárnapi napon, rá két napra kedden ugye ő összehívott egy olyan értekezletet, aminek nem volt semmiféle hivatalos felhatalmazása arra, hogy döntsön az ő, nem is tudom, további sorsáról. Igazából egy szimpátia szavazást tartottok, ami őt elvileg megerősítette a pozíciójában, és ezt ő arra használta, hogy nem mondjon le. És akkor erre rákövetkezett még pár napnyi agónia és hát felháborodás a református egyházon belül, és ez vezetett oda, hogy végül feladta az ő ugye, legfőbb funkcióját, tehát a zsinati elnöki tisztséget, de megtartotta az egyik egyházkerületnek a saját ugye, püspöki kerületének a vezetését, és hát ahogy látom, a református egyházon belül eléggé nagy a nyomás, hogy hát erről is illene lemondani. Hát szerintem ennek kb. Az analógiája, mintha nem tudom, Varga Judit mondjuk lemondott volna arról, hogy ő legyen a Fidesznek az EP-lista vezetője, de mondjuk megtartja a mandátumát, meg a parlament bizottsági helyét.
Tehát ez azt jelenti, hogy ez továbbra is a közvéleménybe fogja tartani ezt az egész ügyet. Nyilván innentől kezdve ez inkább egy ilyen felekezeti, vallási közösséget érintő, nem feltétlenül országos érdekeltségű ügy, de az biztos, hogy így a kis hírek között folyamatosan ott lesz, amikor újabb meg újabb, nem tudom, lelkészek kiállnak ellen, és nyilvánvalóan ez a kormánynak is kellemetlen. Ugye elhangzott minden oldalról, hogy hát nem a kormány dönt arról, hogy kivezeti a református egyházat. Orbán Viktor és sajtósa, ők is kijelentették, hogy hát nekik nincs beleszólásuk abba, hogy egy vallási közösség mit tesz, de hát nyilvánvalóan Magyarországon élünk, tehát tudjuk, hogy ez nem így működik, és hogyha adott esetben azt látja a Rogán Antal vezette kormánypropaganda gépezet, hogy ez árt a kormánynak, akkor szerintem kíméletlenül, hát hogy is mondjam, még egy hulláma az ilyen sejemzsinoroknak, meg lejárató cikkeknek a kormányzati médiában, az meg fog jelenni Balogh Zoltánról. Ez volt az egyik legérdekesebb számomra egyébként itt a kutatásaink során, és ezt András megerősítheti, hogy hát nyilván nem tudjuk, hogy Orbán Viktor például milyen szavakat használt az ő belső kommunikációjában Novák Katalinnal vagy Novák Katalin csapatával, de hát ahogy ezt mi feltártuk, elég erőteljes a harag Balogh Zoltán irányába. Igen, ez egészen egyértelmű, és számomra az sem, vagy az is kérdés, hogy azzal, hogy ugye a Balogh Zoltán helyzete még nem eldöntött, azzal most a kormányt kármentik, vagy a református egyházat. A református egyház sincsen túl jó bőrben. Erről is lehetett olvasni mostanában, hogy nincsenek hívek, elég küszködős most a helyzetük, de eleve elég nyugtalanító, hogy a kormány és az egyház közötti határ Balogh Zoltán esetében mindenképpen ilyen keskeny. András, egy kicsit bevonnának téged is ebbe a részébe, hogy a cikketek abban az alaphelyzetben, ez egy másik cikk, amitnek te vagy a társszerzője, ennek az a címe, hogy hiába próbálták blokkolni, így kezelték Orbánék a színfalak mögött a kegyelmi botrányt. Ez abban az alaphelyzetből göngyölítette fel a történteket, hogy Orbán Viktor nem tudott a kegyelemről. Ez hogyan fordulhatott elő, és elmond-e ez arról mondjuk bármi újat, hogy ő hogyan irányítja a pártot, esetleg máshogy-e, ahogy ezt eddig gondoltuk. Igen, tehát ebbe a cikkbe, hogy említetted, ugye három szerzős volt ez a cikk, ugye Szabolcs is közreműködött benne, illetőleg Pető András és én is. Ez gyakorlatilag ez a cikk, ez arról szólt, hogy megpróbáltuk annak az több mint egy hétnek a történéseit rekonstruálni, onnantól kezdve, hogy ugye a 444-en megjelent az alaphír, az alapinformáció, hogy ugye kegyelmet kapott a K. Endre egészen odáig, hogy szombaton Novák Katalin és Varga Judit bejelentette a lemondását. És igen, ennek az egyik epizódja ennek a sztorinak az volt, hogy mi a forrásainktól úgy értesültünk, hogy Orbán Viktor nem tudott arról a tavaly áprilisi kegyelmi döntésről, amit ugye Novák Katalin meghozott, és aztán Varga Judit akkor igazságügyminiszterként ellenjegyezte, és hogy ez váratlanul érte az egész kormányzatot, erről több egymástól független forrásaink beszámoltak. És hát hogyan lehet, hogy nem tudta Orbán Viktor, tehát nyilván az igaz, hogy Orbán Viktor nagyon-nagyon-nagyon szorosan rajta tartja a kezét, a szemét és mindenféle dolgait az ügyeken. Nyilván rengeteg olyan információra jutott hozzánk, hogy még abszolút ilyen szakpolitikai ügyekbe is ő közbelép, ha annak országos jelentősége van, ha az valamilyen formában érintheti a Fidesznek a támogatottságát. De hát nyilván azért mindent ő sem tud követni, minden felé nem lát el a szeme. És még Török Gábor is a 24-nek adott interjúban arról beszélt, hogy amikor ez a tavaly áprilisi döntés megszületett, akkor a pápa látogatás miatt iszonyú nagy kapkodás volt, nagyon-nagyon gyorsan hozták meg az ügyeket, és hát én el tudom képzelni azt a szituációt, hogy Novák Katalin vagy Varga Judit erről pont nem szólt a miniszterelnöknek. És mit jelez a úgy a teljes rendszernek ez az egész botrány, mert azért még ha hiba is, ilyen hibát
nagyon-nagyon ritkán látunk a Fidesz működésében. Szerintetek, Szabi, te is nyugodtan szólj közbe, hogyha van gondolatod, hogy szorosabb lesz ezután a fogás, a belső szigor, vagy akár a nyilvánossággal való kapcsolata is a Fidesznek, ami eddig sem volt a legnyitottabb. Hát nyilván következtetéseket biztos fognak belőle vonni, mert ugye a miniszterelnöknek a most hétvégi évértékelőjén is látszott, hogy a tavalyi évvel szemben, ugye tavaly be tudtak menni még nemzetközi sajtó, még bizonyos kormánytól független sajtótermékek képviselésbe tudtak menni, most meg abszolút szigor, tehát ugye teljesen hermetikusan lezárták az övéik számára ezt a rendezvényt. Nyilván biztos levonnak belőle tanulságokat, nyilván még ugye nehéz lesz látni, hogy a jövőben milyen tanulságokat fognak levonni, de biztos az első tanulság, amit mi újságolvasó vagy egyszerű állampolgárként tapasztalni fogunk, ugye a következő köztársasági elnök jelöltnek, vagy hogy Orbán Viktor kit fog választani köztársasági elnöknek, az már biztos egy ilyen tapasztalat leszűrés lesz, hogy nyilván nem látok a jövőbe, ilyen információim nincsenek, de valószínűleg egy ilyen rutinosabb rókát fog találni, mint amilyen Áder János is volt, hogy minimalizálja a hibákat, ahogy ugye a miniszterelnök fogalmazott, ez egy ki nem kényszerített hiba volt, tehát biztos igyekeznek az ilyeneket a jövőbe rövidre zárni, de hát majd meglátjuk, mit hoz a jövő. Szabi, te mit tapasztaltál a háttérbeszélgetéseid során, meg András, te is nyugodtan mondd a saját tapasztalataidat. Nyilván ne adjatok is semmi olyasmit, amit nem lehet kiadni, de hogy azért ez a belső kapcsolatrendszereket is rendesen megbolygatta ez a botrány. Esetleg könnyebb volt szóra bírni embereket, volt egy nagyobb közléskényszer, mint amilyen más ügymenetben szokott lenni. Mit tapasztaltatok, amikor a cikkeken dolgoztatok? Hát az elején azért lehetett látni, hogy volt ott az első napokban egy ilyen, mondjuk egészen addig még a miniszterelnök nem szólalt meg, ugye ez pénteken jött ki a 444 cikk, és akkor a következő hét csütörtökön, február 8-án szólalt meg a miniszterelnök, addig ugye volt egy ilyen zsizsegés, meg mindenki össze-vissza mozgott. Én ebből is gondolom, hogy ez hihető történetnek tűnt, hogy a miniszterelnök nem tudott róla, mert hát teljesen össze-vissza reagáltak, nem volt meg még a minden beszélő fejfejébe, hogy pontosan mit kell mondani, kaotikus volt a reakció, szerintem addig azért valamilyen zsizsegés volt a történetben, és én azt tapasztaltam, hogy onnantól kezdve azért, legalábbis én akiket kerestem, ott utána volt egy ilyen befeszülés, tehát ilyen kormányzati kommunikáció egyik működtetőjét például kerestem, és akivel egyébként szoktunk beszélgetni, ő akkor nagyon-nagyon ilyen befeszülten reagált, hogy ő most nem tud velem leülni, beszélgetni, mert nagyon-nagyon munka, nagyon-nagyon kell nyomni, iszonyú sok mindent kell csinálni. Én onnantól azt láttam, hogy valamennyire ez a propaganda gépezet már jobban megtalálta azt a tracket, és onnantól talán egy kicsit jobban összezártak, de Szabolcs, te is hozd meg a tapasztalataidat, hogy te hogyan láttad. Igen, nagyon kíváncsi. Én valahogy azt tapasztaltam, hogy mivel mindenkit ez érdekelt, hogy mégis mi a franc történhetett így, hogy ki döntött, ki nyomtált ezt a képet, mert úgy állhatott elő ez a helyzet, ezért azok a források, azok a személyek, akikkel rendszeresen szoktam beszélni, ők is nagyon sok mindenkivel beszéltek, és próbáltak megtudni, mi tényleg. Tehát igazából nem csak mi voltunk azok, akik fájgattunk, hanem mindenki folyamatosan azon a hétvégén, amikor a lemondás megtörtént, meg hát előtte is, az előtte lévő napokban. Tehát nekem inkább az volt a tapasztalatom, hogy még azok a figurák is, akik távolabb vannak egy pár lépéssel az a döntéshozataltól, még nekik is sokkal több információjuk van, hiszen mindenki kvázi azt a munkát próbált elvégezni, amit mi is csináltunk, kideríteni, hogy mi történt. Ugye a mi munkánk az abban különbözik, hogy mi meg is írjuk ezt, és mi ezt azért csináljuk, mert szerintünk ez a közvéleményre tartozik. De például nekem az is rendkívül érdekes volt, hogy tényleg mennyire minden egy irányba mutatott. Tehát nyilvánvalóan, amikor először Balogh Zoltánnak a szerepe felmerült, akkor azt így bemondásra nem lehetett csak úgy elhinni, és abba bele kellett tenni
jó sok munkát, hogy meg tudjuk erősíteni minden oldalról. De hogy számomra ez volt a másik én érdekesség, hogy tényleg minden új Balogh Zoltánra mutatott rá, tehát belül a rendszeren belül is nagyon hamar igazából a kicsit is tájékozott szereplők azok pontosan tudták, hogy mi történik. A másik kérdés, hogy Orbán Viktor miről, mit és mennyire tudott, szerintem az egész zavarodottság, meg ez az egész káosz, ami előállt, az mutatja, hogy nem csak ő, de hogy azért Rogán Antal sem volt a topon, legalábbis az első időszakban. És tudom, rengeteg olyan komment van, megkaptuk, hogy mi biztos, nem tudom, bedöltünk valamilyen spinelésnek, mi csak megpróbáljuk Orbán Viktor felelősségéről elterelni a figyelmet azzal, hogy nem tudom, Balogh Zoltán szerepéről írunk, de hát azért, hogy is mondjam, egyrészt nem életszerű az, hogy egy ilyen típusú figurának, mint a K. Endre, aki azért hát nem egy, hogy is mondjam, nem egy totum faktum, még helyi szinten sem, hogy az ő ügyében a miniszterelnök döntsön, ez teljesen irreális. Másrészt bárki, aki ismeri ennek a rendszernek a működését és felépítését, azért látja más ügyekben is, hogy rengeteg ilyen véletlenszerű döntés, ki nem kényszerített hiba, ugye, és egyebek vannak a háttérben, csak ezek mindig olyan területeken történnek, ami annyira igazából nem ragadja meg az emberek fantáziáját. Tehát ha kicsit jobban megkapargatnánk azt, hogy mondjuk hogyan működik a nem tudom, az igazságszolgáltatás, akkor valószínűleg nagyon sok felháborító eset még kiderülne, csak mivel ezek nem pedofiliához kapcsolódnak, nem biztos, hogy ezek annyira ilyen explozívak lennének politikailag. Erre ki szerettem volna én is kitérni, hogy voltak, igen, valóban kaptunk ilyen kommenteket olvasóktól, hogy egész egyszerűen nem hitték el, hogy Orbán nem tudhatott erről az egészről, és persze, és hogy valamiért ez neki arra volt bizonyíték, hogy valószínűleg Rogán Antal nekünk is, nem tudom, tolba mondott valamit, vagy valami hasonló, de ennek azon túl, amit elmondtál, Szabi, szerintem az is egy érdekes része, hogy miért olyan befogadhatatlan gondolat az, hogy előfordulhat az, hogy Orbán Viktor nem tud valamiről. Ez is érdekel, hogy erről mit gondolsz, meg az is, hogy ti egyébként, mert a dezinformáció egy valós veszély minden háttérbeszélgetés során, pláne egy ilyen rendszerben, és hogy ezt hogyan szűritek ki, hogyan, nem tudom, mik a módszereitek, arra kicsit meséltek a hallgatóknak, hogy hogyan lehet kiszűrni a dezinformációt, és ez hogyan történt meg ebben az esetben is. Hát ugye vannak azért ilyen nagyon alapvető, hogy is mondjam, szabályok, tehát az egy dolog, hogy mi próbálunk forrásokat keresni, akik nekünk elmondanak információkat, de ugye amikor beszélgetünk ilyen személyekkel, ugye azt is körbe kell járnunk, hogy nekik mi a viszonyuk ez az információhoz, honnan tudnak róla például. Erre is nyilván én rá szoktam kérdezni, anélkül, hogy mondjuk konkrét személy megnevezését kérném, de például ebben az esetben voltak olyan források, akik közvetett források voltak, de ők elmondták, hogy kivel beszéltek, és mondjuk ezek a személyek nagyon közel voltak a történethez, tehát közvetlen tudásuk volt. A másik, hogy azt is fel kell mérni, hogy egy forrásnak adott esetben milyen személyes érdekeltsége, ellenérdekeltsége lehet abban a témában, amiről beszél. És hát azért szerintem András is, meg én is beszéltünk egy csomó olyan figurával, akinek igazából, hogy is mondjam, nem volt közvetlen érdekeltsége ebben a történetben, vagy ha volt is, akkor az nem volt számottevő. Tehát mi lenne a motivációja valakinek, hogy dezinformációt közöl velünk, ezt is mindig felmérni, és hát nyilvánvalóan nem egy emberrel beszéltünk, nagyon sok emberrel beszéltünk, és minden egy irányba mutat, és hát azért vannak ugye szerkesztőink, Pető András írta, illetve szerkesztette is a második cikkünket, az első cikket meg szerkesztette. Tehát ő azért elég alapokat is fel szokta tenni ezeket a kérdéseket, és neki nem elég egy, kettő, három forrás, tehát hogy sziklaszkádak, és utólag is bebizonyosodott valós cikk után valóban úgy történtek az események, ahogy mi azt leírtuk, még akkor is, hogyha először nagyon sokan hitetlenkedtek, hogy nem Lévai Anikó, meg a nem tudom milyen erdélyi kapcsolatokon keresztül ez meg az a barátnő intézte ezt el.
Tehát ugye nagyon sok pletyka van arról, hogy nem tudom, Orbán Viktor mit tudhatott, mit tudhatott. Nyilván itt vannak még olyan szálak, ez is egy olyan szál, amin érdemes dolgozni, de ugye itt nagyon-nagyon óvatosan kell mozogni, tehát most, hogy Orbán Viktornak mi volt a szerepe ebben az egész történetben, erről mi annyit megtudtunk egészen biztosan, hogy azok a források, akikkel mi beszéltünk, ők egyértelműen azt mondták, hogy ő erről nem tudott, az ő reakciója egyértelműen erről árulkodott, és én azt gondolom, hogy hát az ő beszédéből is, tehát az évértékelőből is szerintem azért lejött, hogy ő baromi mérges volt ott, és hát voltak olyan kiszólásai, például amikor nem tudom, azt mondta, hogy egy ilyen kegyelem az nem tudom, akkor is elfogadhatatlan, ha megmagyarázzak, hát még akkor, hogyha nem adnak rá magyarázatot. Igen. Tehát kvázi utalt arra, hogy Novák Katalin még neki se tudta ezt elmagyarázni. Szerintem... Hát illetve próbálta róla. Igen, illetve az a cikketekben is szerepel, hogy a Sándor Palota Balogh Zoltánnal magyarázta a Karmelitának ezt a kegyelmet, és ez a magyarázat nem volt elegendő nekik. Igen, tehát amikor ugye kirobbant az egész ügy a 444 cikke alapján, akkor mi információink szerint az történt, hogy Orbán Viktor környezete, Karmelita Kolostornak a vezetői, egyszerűen magyarázatot kértek a szomszédban lévő Sándor Palotától, hogy mégis mi a franc történt, mondjátok el, hogy mi a helyzet. És én úgy tudom, hogy Novák Katalinnak a stábja különböző magyarázatokat, vagy különböző érveket dobott be. Ezek között szerepelt az, hogy ez nem is pedofil ügy, ez a figura, nem pedofilia miatt ítélték el. Novák Katalinék hivatkoztak ugye Balogh Zoltánra, hogy Balogh Zoltán javaslatára, Balogh Zoltán lobbia eredményeként született meg ez a kegyelem. Tehát egy csomó ilyen érvekkel próbálkoztak, és hát én, ahogy tudom, a miniszterelnök környezetének az jött le, hogy Novák Katalinék ezt nem politikai ügyként kezelik, tehát azt gondolják, hogy ez egy nem politikai ügy volt, miközben hát ez egy nagyon-nagyon kiemelten politikai sztori volt, és ahogy tudom, ugye a miniszterelnök azt sem fogadta el, hogy Balogh Zoltánnal próbál takarózni Novák Katalin. Tehát azt gondolta a miniszterelnök, azt gondolta a miniszterelnöknek a környezete, hogy Novák Katalin a köztársasági elnök, ő hozta a döntést, neki kell vállalni a felelősséget, és hát senkivel nem takarózhat, senkire nem hivatkozhat, hanem ezt neki kell vállalnia. Tehát ez elég rosszul jött ki ezekből a magyarázkodásokból, és ahogy ugye egyre jobban dagadt ez az egész ügy egy ilyen hólabda, vagy hólavina, vagy hogy mondják ezt, hogy a miniszterelnök egyre dühösebb lett, hogy Novák Katalin ilyen helyzetbe hozta őt. Szerintetek mit veszít a Fidesz Novák Katalin és Varga Judit lemondásával, mindent összevetve? Hát én ahogy hallottam, ugye a miniszterelnök kifejezetten azért is volt mérges, vagy azért is akadt ki erre a helyzetre, hogy két olyan emberét elvesztette, akikre eddig is nagyon-nagyon támaszkodott külpolitikai, Európai Uniós külpolitikában, Európai Uniós terjeszkedésében, stratégiájában, és a jövőben is nagyon-nagyon szeretett volna rájuk támaszkodni. Tehát nekem az egyik kormányzati forrás úgy magyarázta, hogy az elmúlt egy-két évben a magyar külpolitika ilyen többszólamú zenekarként működött, hogy nyilván Orbán Viktor az, aki a fő stratégiát meghatározza, ő az, aki a legfontosabb külpolitikai színpadra fellép, ugye ő találkozik Donald Trump-al, tehát ő abszolút ennek a zenekarnak a hangadója, és akkor erre a színpadra fellépett mellé Novák Katalin az elmúlt években, ugye nyilván az ukrán-orosz háború kitörése után láthattuk, hogy Novák Katalin volt, aki kicsit ugye ez a józanabb hang, ő találkozott bizonyos külpolitikai szereplőkkel, akikkel a miniszterelnök nem, ugye őt küldték a lengyelekhez, ő találkozott Zelenszkij ukrán elnökkel,
tehát gyakorlatilag neki az volt a szerepe, hogy ugyanazt mondta el külpolitikailag, mint Orbán Viktor, de egy kicsit jobban becsomagolva, kicsit ilyen kedvesebben. Tehát ez volt Novák Katalinnak a szerepe, és ennek a több szólamú zenekarnak voltak olyan tagjai, akik ilyen technikai ügyekbe intézkedtek. Tehát az Európai Unióval való különböző konfliktusos ügyekben, ugye jogállamisági eljárástól, pénzek visszatartásától, tehát egy csomó minden van. És itt például ugye Navracsis Tiboron kívül még Varga Judit volt, aki igazságügyminiszterként korábban, a jövőben pedig ugye ő vezette volna a tervek szerint a Fidesznek az EP listáját, tehát a Fidesz brüsszeli Európai Uniós szervezetének irányítójaként számított volna rá a miniszterelnök. Azt gondolta erről a két szereplőről, hogy ahogy egy kormánypárti forrás fogalmazott nekem, hogy partiképesek, jól néznek ki, több idegen nyelvet beszélnek, nagyon nagy networkjük van, tehát nagyon-nagyon-nagyon számított rá, hogy ebbe a külpolitikai terjeszkedésbe ők ilyen meghatározó pólusok lesznek, és hát nagyon-nagyon bánta emiatt, hogy ez a két ember kiesett. És szerintetek, nem tudom, hogy erről mit gondoltok, de ugye Orbán Viktornak historikusan van egy ilyen furcsa prekoncepciója a női politikusokról, ez a kormány összetételén is mindig látszódott. Az, hogy ez a botrány nyilván a véletlennek köszönhetően ez két női politikust érint, ez Orbán gondolkodásában merre okoz-e maradandó károkat, vagy még súlyosabb károkat abban, hogy mit gondol a női politikusokról? Hát ez jó kérdés. Én azt tudom, hogy a múltban a miniszterelnök kifejezetten, hát nem is tudom, mi a jó szó, de ilyen diszkomfortosan érezte magát ilyen vezető női politikusok társaságában, mármint külföldi politikusokra gondolok. De szerintem ez egy ilyen tévénézők számára is látható volt, ugye ezek a fura kézcsókos jelenetek, ahogy ugye a miniszterelnök mindig próbál kezet csókolni, többször előfordult, hogy az illető ugye kihúzta a kezét, kényelmetlen volt, tehát ő nem nagyon szeretett vezető pozícióban női szereplőkkel, politikusokkal tárgyalni. Még az elején Angela Merkelnél is volt egy ilyen fura diszkomfort érzet, és hát a Fidesz nagyon hosszú ideig ugye ez a férfi-fiú öltöző hangulat volt, hogy a vezető pozícióban leginkább férfiak voltak. Én úgy tudom, vagy azt hallottam, hogy inkább a miniszterelnök környezetében mások próbálták meggyőzni, hogy női politikusok is vezető pozícióba tudjanak kerülni, női politikusok is meg tudják magukat mutatni, és aztán egy idő után ez úgy tűnt, hogy ezt a miniszterelnök is elfogadta, megtetszett neki az ötlet, ugye előfordult korábbi beszédeiben, hogy hivatkozott arra, hogy lám-lám, a Fideszt mindig azzal vádolják, hogy nincsenek vezető pozícióban női politikusok, lásd, ugye nekünk itt van, és hogy rendesül pont ez a két politikus bukott meg, hát jó kérdés, hogy a miniszterelnök ebből milyen következtetéseket van le, nyilván nem látok a jövőbe, de hát félek attól, hogy meg fog erősödni a korábbi felvetése, hogy a politika az igazából férfiaknak való. Szabi, nyugodtan vágj közbe bármikor. Igen, mondd. Hallgatunk. Nem két tipikus női politikusról szó. Mindkét esetben olyan személyekről beszélünk, akiket igazából politikai PR szempontokból toltak felfele, ahogy András is mondta, tehát hogy más megfontolások álltak emögött. Szerintem ez teljesen világosan látszódott abból, hogy mekkora hatalmas ilyen social media, nem is tudom, erőfeszítéseket tett mind Novák Katalin, mind Varga Judit, hogy a saját imázsukat azt építsék. Ugye voltak erről pletykák már évek óta, hogy kvázi rivalizálnak azon, hogy kinek van több követője Instagramon, meg Twitteren, meg nem tudom micsoda. Tehát, hogy azért ez nem az a típusú, hogy is mondjam, női politikus, aki a saját érdemei alapján jut oda, ahol van, és nyilván egy ilyen macsó férfi közegben, mint a Fidesz, ez eleve nagyon nehéz. Őket mesterségesen emelték ki. Novák Katalin esetében ő ugye egy kabinetfőnök, aztán államtitkár volt, ő mindig is Balogh Zoltán farvizén nevezett, hogyha ezt a nagyon csúnya
képzavart most itt bedobtam, már meg is bántam. Na mindegy, a lényeg szóval az, hogy Novák Katalint Balogh Zoltán tolta, húzta, vonta maga előtt folyamatosan. Aztán nyilván Orbán Viktor is rákapott arra, hogy hát mégiscsak jó ötlet egy ilyen családanya típusú karaktert felépíteni. Varga Judit pedig egy európai parlamenti asszisztensből lett, szintén rekordgyorsasággal miniszter. Egyikük esetében sem egy klasszikus politikusi karrierről beszélünk, hanem őket felülről kiválasztották, gondolom mindenféle belső felmérések alapján, hogy ők olyan karakterek, akikkel a Fidesznek a családbarát arcát meg lehet erősíteni, akikkel női szavazókat, családos szavazókat lehet elnyerni. De szerintem ebből nem az következik, akár Orbán Viktor számára sem, hogy a női politikusokban nem lehet bízni, hanem abban, hogy ez a típusú ilyen mesterséges politikai kreatúra kitalálás, ez nem egy járható út, és itt igazából az ő nemük az csak olyan szempontból volt fontos, hogy ez volt az, ami miatt őket ugye be kellett emelni a felső szintjére a politikai vezetésnek. De ettől függetlenül azért vannak a Fideszben olyan klasszikus politikusok, akikről pont azért nem beszélünk, mert hát ugye egy olyan rendszerben vannak, ahol ők nem tudnak igazán érvényesülni, annak ellenére, hogy legalább annyi munkát, ha nem többet beletettek a karrierükbe. Persze szürkék ott vannak a háttérben, de ugye most pont egy ilyen kört legyka, hogy hát Gál Kinga nem véletlenül ült ott elől az évértékelőn, ugye Győri Enikő is ott ült mellette, két EP képviselőről beszélünk. Nem lepődnék meg azon, hogyha valamikük valamiféle magasabb pozíciót kap, ez akár lehet EU biztos is, vagy az európai parlamenti lista vezetése, nem feltétlenül köztársasági elnökségre gondolok, de a lényeg az, hogy szerintem ez nem fogja ilyen végletesen befolyásolni a nők szerepvállalását a Fideszben. Említetted, Szabi, hogy Balogh Zoltán és Novák Katalin neve gyakorlatilag elválaszthatatlan egymástól már, ami a karrierjüket illeti. Nekem nagyon meglepő volt az, ahogy Balogh Zoltán még a lemondása előtt abban a videóüzenetben, amit a zsinati ülés után posztolt, amiben először reagált a nyilvánosság előtt a vádakra, abban ő gyakorlatilag a busz elé lökte Novák Katalint olyan szempontból, hogy én úgy értelmeztem azt a mondandóját, hogy igen, én adtam tanácsot, igen, én támogattam, de hát nem én döntöttem, és azért a felelősség, aki döntött. Ennek a kapcsolatnak, nem tudom, ti hallottok-e valamit, beszélgettek-e valakik ennek a kapcsolatnak, itt most vége szakadt, vagy ez nem tudom, egy hasonló hatalmi játszma, mint ami a rendszer természetéből következik? Hát ez az egész Balogh Novák Katalin kapcsolat, ez ugye nagyon sok pletykára adott, mondhatjuk, és nem szeretnék itt olyan kijelentéseket tenni, amiket aztán bíróság előtt kéne megvédenem. Semmiképpen. De én nem gondolom azt, hogy ez a kapcsolat, ez megszabadna. Erre utaló jeleket ugye mi nem tudtunk egyelőre ide tapogatni. Nyilvánvalóan ők közösen nem jelentek meg azóta a nyilvánosság előtt, hiszen Novák Katalin egyáltalán nem jelent meg a nyilvánosság előtt, de egyszerűen az ő nagyon régi és nagyon szoros kapcsolatukból szerintem nem következik az, hogy egy ilyen válsághelyzetben ez teljesen megszakadna. Aztán persze, hogy miért Novák Katalin fejében, azt nem tudom, tehát, hogy valaki, aki egy ilyen helyzetbe kerül, nyilvánvalóan ő volt a köztársaság elnök, nyilvánvalóan ő volt az első számú közjogi méltóság, de hát is csak az történt, hogy őt két férfi rángatta a dróton, Orbán Viktor, aki gyakorlatilag, ahogy ezt rekonstruáltuk, egy pénteki fideszes informális ülésen a kollégáival eldöntötte, hogy Novák Katalinnak mit kell tennie, és ő ezt megtette másnap, tehát lemondott, illetve hát maga Balogh Zoltán, aki áttolta ezt az egész kegyelmi kérést, kilobbizta Novák Katalinnál. Tehát ő nem egy szuverén államfőként viselkedett, akármennyire is próbált ezt a lemondási beszédében erőltetni. Szerintem különösen egy ilyen kiszolgáltatott helyzetben, amiben most került, hiszen neki ugye nyilván most el fog tűnni egy időre, de aztán ki kell találnia, hogy milyen módon ment valamit át az ő nem is tudom, renoméjából. Tehát ebben a folyamatban azért neki szüksége lesz erre a két férfira.
Még egy kérdés erejéig szeretnék Novák Kataninról beszélni. Igen, van ez az olvasat, hogy ő dróton rángatta Orbán Viktor is a döntéseit illetően, és nyilván ez ténykérdés, hogy a köztársasági elnök Magyarországon az egy pusztán szimbolikus szerep, de azért lehetett hallani arról is, és azt hiszem legutóbb ezt is Török Gábor mondta ebben a 24-es interjúban, hogy Orbán Viktor sokszor volt dühös, elégedetlen, frusztrált Novák Katalin szerepvállalásával kapcsolatban, és hogy nem emlékszem pontosan az idézetre, de valami olyasmi volt, hogy túl komolyan vette a szerepét, és olyan kérdésekben is megnyilvánult, amiben neki nem osztottak lapot a NATO csatlakozásával, Svédország NATO csatlakozásával kapcsolatban, meg hasonló vitás kérdésekben. Ti erről tudtok valamit, hogy tényleg volt-e Orbán Viktor részéről egy ilyen fajta elégedetlenség, mert eleve az, hogy Novák Katalin lett a köztársasági elnök 2022-ben, az már eleve egy ilyen nagyon, nem is tudom, merész húzás volt a Orbán Viktor részéről, és lehet olyat hallani, hogy ez a merész húzás nem feltétlenül jött be, most nem azt számítva, hogy mi lett ennek az egésznek a végeredménye, hanem még azelőtt, Szabi. Igen, én hallottam ilyesmit, de olyat is, hogy magában a Fidesz frakcióban, meg a Fidesz vezetésben volt egy ilyen típusú elégedetlenség Novák Katalinnal, hogy ő valóban elhitte, hogy ő az, aminek formálisan lennie kellene, nem csupán az, aminek ebben a jelenlegi rendszerben ugye az informális hatalmi viszonyok, hogy neki milyen szerepet szántak, tehát ő tényleg amennyire ezt bizonyos források sugalták, Novák tényleg elkezdte elhinni, hogy ő önjogán valaki, miközben elnézést kérek tőle, de nem az volt, és ezt azért látjuk. Illetve ami még érdekes volt, az Varga Juditnak a szerepe, ahol bizonyos források arról beszéltek, hogy Orbán Viktor őt valamennyire menthetőnek gondolta, mármint hogy Varga Juditnak talán nem kell a közéletből kivonulnia, viszont ő legalább annyira, hanem még népszerűtlenebb volt a Fideszes vezetésben, pont amiatt, hogy őt a semmiből emelték fel, és a karrierjében azért, mert ő egy ilyen jól marketingelhető, eladható, Instagramon jól mutogatható figura, ezért ő sokkal gyorsabban haladt ugye a ranglétrán, mint mások. Hát ott van például szegény Kocsis Máté, aki mióta vár már egy miniszteri székre, és hát az csak nem akar neki összejönni. Varga Judit meg EP asszisztensből pár év alatt miniszter lett. Tehát ezek a típusú ilyen dinamikák is azért ott voltak a háttérben. Nem csak az számít, hogy Orbán Viktor kibe csalódott, meg kibe nem, meg kire volt mérges, hanem az is, hogy a megelőlegezett bizalom Novák és Varga felé azért az egész fideszes közösség felől volt egy megelőlegezett bizalom. Nyilván Orbán Viktor tette oda őket, az ő döntése volt, de amikor válsághelyzet előállt, akkor nyilvánvalóan az ő ellenlábasaik is felbátorodtak, és hát olyan álláspontot képviseltek, amiben Orbán Viktor se tudta volna akár Varga Juditot megmenteni. Tehát szerintem ez is árnyalja azért azt a képet, hogy itt a miniszterelnök egy személyben döntene mindenről, és mindenről ő tud, és mindig mindent ő irányít a háttérből. Azért ennél egy fokkal még mindig összetettebb ez a rendszer. Igen, csak én is így a Szabolcsra csatlakoznék. Ugye nyilván eljutottak hozzánk különböző információk, hogy Novák Katalin mennyire népszerű, mennyire volt népszerűtlen a Fideszbe, de a cikkbe ezzel nem foglalkoztunk. Erre nem tértünk ki. Nyilván ez ugye a rendszer természetéhez hozzátartozik, hogy nyilván ugye kifelé a Fidesz ilyen egységes monolitnak tűnik, de belülről gyakorlatilag a legkomolyabb konfliktusok nem a Fidesz és az ellenzék között vannak, hanem magán a Fideszen belül. Tehát ugye nyilván csak most egy példát említeni, tehát ugye Rogán Antalnak és Lázár Jánosnak ugye a rivalizálása ilyen hosszú múltra tekint vissza, de elég csak Matolcsi György egy bankelnökre és Nagy Mártonnak a rivalizálására gondolni. Hát ugye számtalan ilyen konfliktus van a rendszerben, és én mondjuk lehet, hogy
ezekből a konfliktusokból, vagy az erről szóló pletykáknak ugye nehéz megítélni, mondom, hogy egyrészt ebben nem merültünk el részleteibe, másrészt én azt hallottam, hogy amíg nem robbant ki a botrány, azért a miniszterelnöknek olyan nagy ellenérzései nem voltak Novák Katalinnal szemben, tehát nem bánta meg, hogy őt választotta. Én ahogy hallottam, ugye köztük az volt, hogy heti rendszerességgel találkoztak, heti rendszerességgel beszélték meg a dolgokat. A miniszterelnök igenis számított volna rá a jövőbe, hogy ugyanezt, amiről már beszéltünk, ezt a több szólamú külpolitikát, hogy Novák Katalin egy picit finomabban, kevésbé konfliktusosabban, de nagyjából ugyanazt mondja, mint a kormány. Tehát szerintem a miniszterelnök, ahogy hozzám eljutott, stratégiailag azt gondolta, hogy Novák Katalint választotta köztársasági elnöknek a botrány előtt, azt gondolta, hogy az nem volt hiba, továbbra is számított rá, sőt, kifejezetten jó választásnak tartották, mert külpolitikában egy tök új szint hozott be. Igen, tehát nyilván azt, ahogy a Szabolcs is mondta, hogy egy konfliktus, egy ilyen botrány, aztán hogyan erősíti fel a rendszeren belüli kakaskodásokat, az meg megint egy más kérdés. Említetted, hogy a kormány azt gondolta, vagy remélte, hogy Varga Judit ebben az egész folyamatban menthető lesz, de végül nem így alakult. András, a ti cikketek erre részletesebben kitér, hogy eleinte remélték, hogy elcsitul ez az egész botrány, vagy most nagyon zanzásítom nyilván ott az egész cikk, de majd te is mindjárt kifejted, hogy az elején reménykedtek abban, hogy elcsitul az egész botrány, de aztán mindenféle mérések hatására láttak, hogy ez nem így fog történni. Tudod nekünk rekonstruálni azt, hogy mi vezetett el odáig, hogy végül Orbán Viktor is elég határozottan megszólalt, és aztán Varga Juditnak is mennie kellett, pedig nem szerették volna. Igen, tehát ahogy említettem, ugye egy pénteki napon kirobban ez az egész ügy, kormánynak, miniszterelnök stábjának kell egy kis idő, amíg ők is tisztán látnak, hogy egyáltalán mi a franc történt itt, végig gondolják az egész dolgot, és ezt követően ők továbbra is tisztában voltak, hogy ez egy nagy jelentőségű ügy, ennek komoly következménye is lehetnek, de mégis abba bíztak, hogy azért ez el fog ülni, ebből nem lesz azért egy ilyen atombomba méretű valami. És aztán ugye a Fideszen nagyon jellemző, hogy minden politikai kérdésről, minden politikai ügyről, ami azt gondolják, hogy egy kicsit is érdekes, közleménykutatásokat, felméréseket készítetnek, és ugye természetesen ezt is egyből elkezdték kutatni, elkezdték mérni, és mi úgy tudjuk, hogy egy ilyen kedszerda környékére érkeztek meg az első kutatások, felméréseknek az eredményei, és ezekből a kutatásokból kiderült, hogy komoly baj van. Ugye hiába próbálta a kormány média elhallgatni ezt az ügyet, ugye aki M1-et nézett, Origót olvasott, és meg ugye sorolhatnám ezeket a kormányhoz közel álló termékeket, alig értesült az ügyről. Tehát amíg ugye a kormánypárti sajtóba, kormánytól független sajtóba csapból is ez ömlött, a kormányhoz közel állóval teljesen megpróbálták elhallgatni, és ezekből a közmény kutatásokból az derült ki, hogy hiába próbálták izolálni a történetet, a saját szavazótáborukba, a Fidesz saját szavazótáborában mégis eljutott az ügy, tehát elég rendesen lecsorgott, és nem csak eljutott az ügy, de a Fidesznek a szavazótáborának a jelentős része fel is háborodott ezen, tehát nagyon-nagyon-nagyon durván kiakadtak, és ott egész egyszerűen azért akadtak ki, mert tényleg ez egy nagyon-nagyon egyszerű történet volt, ráadásul egy olyan történet, ami a Fidesz számára, ugye ez az egész gyerekvédelem kérdés, ez az egyik ilyen kiemelt topik az elmúlt években, tehát ugye a bevándorlás ellenességtől kezdve ez a gyermekvédelem, egész gender téma, ez ugye évek óta ott van napirenden, elfogadtak még egy gyermekvédelminek nevezett törvényt, amiben ugye összemosták a pedofiliát a homoszexualitással, ebbe a témában még népszavazást is tartottak, tehát ez az ő saját témájuk volt, és ebbe a saját témába szenvedtek egy nagyon súlyos politikai kárt, és ez a saját szavazóiknak is leesett, a saját szavazóikat is felháborította, és ugye
látszott szerdára, hogy, hát, hogy valamit lépni kell, és ez volt az oka, hogy másnap, ugye február 6-án a miniszterelnöknek meg kellett szólalnia, vagy bocsánat, február 8-a volt, hogy már megszám, ez a csütörtöki nap, meg kellett szólalnia a miniszterelnöknek, ekkor jelentette be ezt az ominózus alkotmánymódosítást, ugye mondta a miniszterelnök, hogy ez nem az az idő, ahol jogászkodni kell, és aztán bejelentette egy alkotmánymódosítást. Ez ugye arról szólt, hogy a kiskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények elkövetőinek nem lehet kegyelmet adni. És aztán ugye gördültek tovább az események, ugye látszott, hogy ez sem elég, ez az alkotmánymódosítás, aminek egyébként az lett volna a célja, hogy a miniszterelnök ezt az egész történetét eltolja magától, azt üzeni vele, hogy ez nem az ő sora, nem fogja Novák Katalint megvédeni, Novák Katalin védje meg magát, magyarázza meg ezt az egész történetet. Tehát látszott, hogy ez sem elég, és akkor utána, amit már ugye Szabolcs említett, volt ez a pénteki Orbán Viktornak a szűk környezete, Fidesz vezetésnek az informálisul, és a pénteken ugye úgy döntött, hogy nem csak Novák Katalinnak kell lemondani, de Varga Juditnak is le kell mondania. És ugye ez következő nap szombaton aztán meg is történt. Szerintetek valamilyen módon, valamikor rehabilitálható Varga Judit és Novák Katalin politikai karrierje? Hát nyilván nehéz a jövőbe látni, de hát én azt gondolom, hogy nem. Tehát ezek elég súlyos politikai sebet ejtett ez a két ember a Fideszen. Tehát látszik, hogy Schmidt Pál, aki ugye egy doktori értekezésnek a részletein bukott el, tehát őt se nagyon sikerült szerintem azért olyan nagy mértékben rehabilitálni, Borkai Zsolton se nagyon látjuk, hogy a Fidesz rehabilitálni szeretné, és benne gondolkodna, mint győri polgármesterben, ugye látjuk Szájer Zsolt, Szájer Józsefnek az esetét is látjuk, hogy ott is hiába próbálkozott Dajcs Tamás azzal, hogy esetleg lehetne rehabilitálni, mennyire szükség lenne az európai politikába Szájer Józsefe a jövőben, de hát nem nagyon látszott, hogy ő is visszaút lenne onnan, amit ő csinált. Szóval nyilván nem látok a jövőbe, de én nem nagyon látom, hogy innen hogyan lehetne visszajönni. Én azt gondolom, hogy miután ők nem saját jogon kerültek oda, ahol vannak, hanem őket kiemelték, mert őket lehetett valamire politikailag használni. Ezért ez azon múlik, hogy akik most visszatették őket egy alsó polcra, azoknak majd érdekük áll őket újra elővenni. Én azt gondolom, hogy egy ponton ez eljöhet, nyilván ez nem a közeljövőben lesz, de én azt nem gondolom, hogy ők főleg egy ilyen botrány után saját érdemeiknek, tehetségüknek, stb. Köszönhetően majd visszamásznak valahogy. Varga Juditról ezt még jobban el tudom képzelni, de leginkább azért, mert ő azért kevésbé sérült azért ebben a sztoriban Novák Katalinhoz képest, és ha jól veszem ki, és megint visszautalnék a miniszterelnök évértékelőre, tehát ott azért vele szemben voltak olyan megjegyzések, hogy igazából ugye volt egy ilyen megjegyzés Orbánnak, hogy hát igazából igazságtalan kicsit az ilyen szokásjog, hogy az igazságügyminiszter az mindent ugye ellenjegyez, és ugye ez okozta Varga Judit bukását. Szerintem ezzel is azért az megerősítette kicsit azokat az információkat, hogy Varga Juditot kevésbé tartotta ő felelősnek. Igen, valahogy úgy fogalmazott. Igazságtalan, de jogszerű, de igazságtalan, vagy valami ilyesmi volt. Igen. Igazságtalan, de elkerülhetetlen volt, hogy neki is le kell mondani, hogy valahogy így fogalmazott. Ha már szóba hoztam. Én azt gondolom, hogy Varga Juditnak még azért lehet jövője a politikában, ha ő szeretne jövőt a politikában. Én azt hallottam egy ismerősétől, hogy egyébként ő nagyon szeret ilyen bútorasztalosodni, meg ilyen dolgokat csinálni. Nem hiszem, hogy ilyen karrierben látnánk őt tovább, de róla el tudom képzelni, hogy ő akár a
úgymond a piacon, vagy hát a NER közeli piacon ő meg tud élni a tudásából. Hát Novák Katalin pedig ugye élete végéig fogja kapni a volt köztársasági elnöknek járó apanást, meg sofőrt, meg a Merzsót. Szóval azért nem kell őt sem félteni, biztos majd alá is betolnak valamilyen alapítványt, mint Áder János alá, amit megtörnek pár milliárd forinttal. Majd megpróbálják az ő imázsát, vagy hát ő megpróbálja a saját imázsát valamilyen módon kicsit kompetikázni, majd biztos alapot létrehoz, amivel nem is tudom milyen gyerekeket fog majd támogatni. Tehát most csak hangosan gondolkozom, nyilván egy ilyen, nem tudom, klasszikus PR válságmenedzser tanácsadó az ilyen tippeket adna neki. Szerintem ő ezt fogja követni, aztán majd meglátjuk, hogy milyen helyzet alakul ki. Az ő esete azért is érdekes, mert közben olyan pletykák is voltak, hogy akár egy ilyen, nem is tudom, utódásban is tudta volna képzelni Novák Katalin Orbán Viktor. Igen. Nyilván egy ilyen Medvegyev-szerű miniszterelnöki pozícióban is kvázi bábként működő utódként, de mégiscsak, hogy is mondjam, benne ilyen szempontból nagyobb perspektíva volt. Azért azt se felejtsük, hogy Varga Judit itt a Wöner-Schadl ügyben is kicsit így megégette magát, és nem csak arra gondolok, hogy hát mivel vádolják az ő helyettes, hanem olyan információk is voltak, hogy kvázi azért is haragudtak rá többen, még régről, mert hogy nem kezelte jól azt az ügyet, tehát hogy nem tett eleget annak érdekében, hogy ezt a botrányt megelőzze. Meg ha csak visszaemlékszünk az egész Pegasus sztorira, ahol amikor eléraktak egy mikrofont megkérdezni, hogy hát mégis hogyan lehet, hogy ő aláírt ilyen megfigyelési engedélyeket, akkor ő rögtön rátolta a felelősséget a saját helyettesére, Wöner Pára, ami hát egy ilyen vezetői 1.01, hogy ilyet nem csinálsz, tehát hogy nem fogod a sajtóba, főleg a ellenzéki sajtóba, vagy hát ellenzékinek nevezett sajtóban te főnökként bemártani a saját általad vezetett munkatársakat. Tehát ő azért nem tett tanulmányosan vezetői skillekről, mint kellett volna, és ő már azért, neki azért az, hogy visszamegy az EP-be, az szerintem egy visszalépés lett volna eleve az ő miniszteri tisztségéhez képest. Még két ilyen kapcsolódó eseményről szeretném kikérni a véleményeteket, mert tényleg elég sűrű volt a február így a magyar közéletben. Az egyik az a Magyar Péter Partizán akciója, mármint szó szerint is, meg átvitt értelemben is, és ez a kegyelmi botránynak az egyik ilyen váratlan következménye is, de azért egy kicsit kilóg, mert ő ugye nem is ezt helyezte fókuszba, hanem Rogán Antalt, de érdekel az, hogy ti hogyan értelmezitek azt a ilyen radikális, igazmondó akcióját, vagy hát újat mondó akcióját, amit most Magyar Péter csinál. Mi az értelmezésetek erről az egészről? Figyelj, fogalmam sincs, őszintén fogalmam sincs. Én leginkább egyelőre ilyen újságolvasóként nézem, figyelem, hogy Magyar Péter mit csinál. Nyilván baromi nagy hatában vagy volt legalábbis az ő nyilatkozatainak. Nincs semmiféle információ arról, hogy nem tudom, hogy mit tervez, vagy hogy kell, mik a céljai, fogalmam sincs, és igen, nem is akarom húzni, tehát hangja is többet tud ennél. Én csak annyit tapasztaltam, hogy ahogy beszéltem az elmúlt hetekben ilyen kormányközeli szereplőkkel, ugye náluk is egy ilyen találgatás van, hogy esetleg állhat-e bárki mögötte, ha igen, akkor ki lehet az, van egy olyan típusú félelem, hogy mi van, hogyha vannak neki hangfelvételei, ezeken a hangfelvételeken mondjuk milyen szereplők beszélgetnek, ezek a szereplők miket mondanak ezeken a hangfelvételeken, tehát van egy ilyen találgatás, ahogy én tapasztaltam a kormányzati oldalon is, hogy hova fog kifutni ez a történet, de én sem tudom, hogy mik a motivációk, vagy mi állhat az egésznek a hátterében. Hát hogyha ezt
historikusan próbáljuk nézni, hogy az ilyen akciók hogyan sültek el, nyilván Simicska Lajosnak is egy hasonló ígéretei voltak mindenféle atombombáról, aztán nem jött semmi. Hát igen, de azért az egy más típusú történet volt, tehát ugye ott volt két ember, Orbán Viktor meg Simicska Lajos, akik ugye együtt építették a Fidesz szinte a kezdetektől fogva 2010 után, és gyakorlatilag egy ilyen párhuzamos vezetése volt a kormánynak, és hát ugye miniszterelnök nagyon gyorsan, tehát kb. Már 2014-es választások előtt ha jól tudom, arra a következtetésre jutott, hogy ez nem lenne jó, ezt a történetet le kell zárni, és aztán ez eszkalálódott egészen a 2018-as választási kampány előtt, ahol a miniszterelnök próbálta volna elvágni ezeket a szálakat, és akkor Simicska meg nyilvánosság elé répett, és valamilyen indokkal, vagy valamilyen szándékkal elkezdett kommunikálni, és kemény szavakat mondani a miniszterelnökre. Tehát ezt csak azért mondom, hogy teljesen más kaliberű, falsúlyú figura volt. Ott tényleg egy hosszú konfliktusnak mi csak a fináléját, vagy a véghajráját láttuk a nyilvánosság előtt, de azért valamennyi ugye Simicskáról hallottuk, tudtuk ki ő a Fideszen belül is azért egy ilyen retteget ismert figura volt, Magyar Péter meg ugye nem is egy ilyen kaliberű jelentőségű figura, és ő meg ugye minden előzmény nélkül előrobbant a semmiből. A másik ilyen kapcsolódó esemény még gyorsan, Szabi, hogyha erről mondasz valamit, mert majd Szabitól elköszönünk nem sokára. Szóval a másik kapcsolódó esemény az, hogy influencerek szerveztek egy, hát különböző becslések vannak, 130-150 ezer fős tüntetést pénteken, és ez fogható tényleg nagyon régen nem volt Magyarországon. Szerintem az valamilyen szinten természetes, hogy népszerű, nagy eléréssel rendelkező szórakoztatóipari figurák mozgatnak meg embereket, és nem politikai pártok, nem a Momentum, nem a DK, de most mégis az érdekelne, hogy szerintetek az ellenzék milyen lehetőséget, az ellenzéknek milyen lehetőséget adott, vagy adhatott volna ez a kegyelmi botrány? Hát biztos én nagyon boomer vagyok, de hogy ott a nem tudom, fellépőknek legalább a fogalmam nem volt, hogy ezek kicsodák, tehát meg hogy ők milyen kontentet, milyen platformon, TikTokon, vagy nem tudom hol posztolnak. Én nem gondolom azt, hogy Rogán Antal különösebben nagyon összerezzent volna, főleg a tüntetés után, tehát nem olyan látjuk, hogy ebből bármiféle nem tudom, cselekvés lenne, azon kívül, hogy sok ember megjelent és kifejezte az elégedetlenségét. Tehát én nem látom, hogy ez hogyan csatornázódna be bármiféle olyan politikai cselekvésbe, ami miatt akár az ellenzék megerősödne, akár a, nem tudom, Fidesz rákényszerülne valamiféle pályamódosításra. De az ellenzéknek ez nem volt egy lehetőség? Igen, épp ezt akartam mondani, hogy engem igazából az lep meg, de közben meg nem lep meg, hogy én igazából már párt közleményeket sem nagyon látok, hogy egyáltalán reagáljanak itt az eseményekre. Amennyire látom, talán a DK még az, meg talán a Momentum, amelyik ezt vagy azt legalább kommunikál, de én, hogy is mondjam, nekem már az így normalizálódott, hogy a magyar ellenzék legalább a 2022-es választás óta igazából ilyen tetszhalott állapotban van, és nem nagyon csinálnak semmit. Ugye én nem vagyok egy politikai elemző, fogalmam sincs, hogy most ez kinek a nem tudom milyen esélyeit az európai parlamenti választásokra hogyan befolyásolja. Bocsáss meg, Szabi, hogy a szabadba vágok, csak van egy telefonálónk, meghallgatjuk, hogy mi a mondani valója. Haló? Bocsánat, nagyon érdekes minden, és elnézést, csak azt akartam mondani, hogy vasárnapra lesz, meg van hirdetve egy nagy ellenzéki összellenzéki pártos tüntetés, én úgy hallottam, és nincs még olyan messze, ennek a botránynak nincs vége, hát tulajdonképpen, ugye, ahogy ti is mondjátok, a püspök, meg a valójában ugye az Orbán testvére is érintett valamilyen módon, ifjabb Orbán győző, hiszen az ő levelezése tűnt el K. Endrével, egy újságíró kérdés után, tehát
ez a botrány nem csengett le, és az ellenzéki pártok pedig, ha jól tudom, akkor készülnek egy nagy tüntetésre. Köszönjük, hogy szólt, ezt nem tudtuk. Persze, abszolút nincs vége még ennek a botránynak, és... Ne is legyen. Na, jó, köszönjük, hogy hívott. Köszönöm, hello. Csak így folytatva Szabolcs által elkezdett gondolatmenetet, hogy nyilván én sem tudom megmondani, hogy most a jövőben az ellenzék ebből mit tud kihozni, és az ellenzék támogatottságát hogyan fogja befolyásolni, de hát visszanézzük az egy-két pár évre, ott azért láttuk, hogy egekbe volt az infláció, milyen gazdasági helyzet volt, tehát hogyha lett volna nem tudom, ajándék, ami az ellenzék kezébe esik, amivel kezdhetett volna valamit. Tehát értem, hogy korábban mondjuk az ellenzék a CEU, vagy a Népszabadság bezárása, vagy mondjuk ilyen ügyekkel el lehetett mondani, hogy akár mondjuk a vidéki szavazótábort ezek az ügyek nem mozgatták meg, de hát itt volt a megélhetési kérdés, Európa egyik legmagasabb inflációja, ezt sem tudták kihasználni, ezzel a lehetőséggel sem tudtak élni, sőt, ezt követően még olyan ellenzéki pártok kezdtek erősödni közvéleménykutatások szerint, Mi Hazánk, Kétfarkú Kutyapárt, tehát azért, hogy ez a két párt kezdett erősödni, szerintem az egy elég komoly kritika volt a hagyományos értelemben vett, vagy baloldalinak nevezett ellenzékkel szemben. Mostani közleménykutatások is gyakorlatilag azt mutatják, hogy a DK tud érdemben valószínűleg az európai parlamenti választásokon mandátumokat szerezni, és ugye a Momentum billeg. Tehát az elmúlt évek történései nem azt mutatták, hogy mindenféle lehetőségben annyira belekapaszkodik az ellenzék, hogy mindent megpróbál belőle kihasználni. Én nem nagyon látom, hogy ebbe a témába hogyan. Persze nyilván az első napokban azért látszódott, hogy az ellenzék megszólal, az ellenzék rengeteget kommunikál, de például amikor eljutottak oda, hogy közös köztársasági elnököt, alternatívát tudjanak állítani, az már nem sikerült. Most elmegyünk, meghallgatunk egy újabb számot, és Szabi, tőled elköszönünk. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és hogy beszéltünk erről az egészről, de mi jövünk vissza nem sokára. Folytatjuk a műsort, ez továbbra is a Direkt 36 Tényfeltáró Központ műsora a Tilos Rádión. Én Gólya Ági vagyok, és Szabó Andrással, a Direkt 36 újságírójával beszélgetünk a kegyelmi botrány további kérdéseiről. András, ugye a cikk, amiről beszélgetünk, a Direkt 36 cikk, aminek te társszerzője vagy, összefoglalta, hogy a kezdeti zavarodottság után hogyan rendezte sorait a kormány ebben a botrányban. Te hogy látod ez most ezzel a nappal, hogy tényleg minden nap új részlet derül ki, egészen súlyos részletek is kiderülnek továbbra is erről a botrányról. Hogyan rendezte sorait, és most hogyan próbálja uralni a témát a kormánypárt? Ugye nyilván, amikor már beszéltünk erről az ominózós február 9-ei Fidesz vezetésnek, Orbán Viktor szűkebb környezetének a tanácskozásáról, ugye itt született meg az a döntés, hogy hát Novák Katalinnak, és ugye rajta kívül még Varga Juditnak is vállalnia kell a felelősséget. Itt ugye azért született meg az a döntés, hogy Varga Juditnak is le kell mondani. Hiába volt ő, aki eleinte még azt mondta, hogy ezt nem támogatja, ezt a kérelmet, de aztán miután visszajött a Sándor Palotától, mégis ellenjegyezte. Tehát ugye nyilván ő azért jelezte, hogy ezzel problémák vannak, de hogy mégis neki azért kisebb súlyú felelőssége volt ennek a történetben, de hogy mégis az a döntés született, hogy neki is le kell mondani. Ez egész egyszerűen azért volt, mert a Fidesz és Orbán Viktor megpróbálta
lezárni teljesen a történetet, tehát ahogy nekünk forrásaink fogalmaztak, nem akartak fél munkát végezni, el akarták kerülni ezt a helyzetet, hogy mondjuk lemond Novák Katalin, és akkor utána mindenkinek a figyelme arra irányul, hogy na de mégis ki volt az, aki igazságügyminiszterként elejjezte ezt a kegyelmi kérvényt. Tehát gyakorlatilag ilyen hentes munka volt, vagy nem is tudom, ilyen mészárlás, amit a miniszterelnök rendezett. Tehát nekem például egy kormányzati forrás ilyen háborús vagy katonai sebészethez hasonlította ezt az egész dolgot, hogy hát azért, hogy a katona életben maradjon, le kell vágni a lábat. Tehát, hogy egy ilyen nagyon-nagyon drasztikus, kegyetlen, már az egyik kormányzati forrás igazán ilyen kegyetlennek nevezte ezt a lépést, hogy ez volt a cél, hogy azért nyilván ugye feltételezték, hogy valószínűleg utána valamilyen formában még ugye a Balogh Zoltán szerepe folytatódni fog, de ami a kormányt igazán falsúlyosan megrengette, azt igyekeztek ezzel a döntéssel lezárni. És ahogy hallottam, itt nem is ilyen erkölcsi, meg ilyen okok vezényelték a miniszterelnököt, hanem ez egyszerűen egy ilyen hatalmi döntés volt, hogy akár a miniszterelnöknek a hatalmát, akár a Fidesznek a hatalmát annyira szinte már rájuk is ráégett, hogy az ő hatalmuk érdekében ezt muszáj volt meglépni, hogy ezzel a két emberrel ilyen kegyetlenül leszámolni. És utána persze a következő napokban folytatódott a szaga Balogh Zoltán szerepével kapcsolatban, de a kormányban azt gondolták, hogy a nehezén már ugye a kármentésnek az első legfontosabb lépésein túl vannak. Ugye nyilván ezt követte most hétvégén ugye a miniszterelnöknek az évértékelő beszéde, ahol gyakorlatilag ugye először szólalt meg nyilvánosan egy hosszabb idő után. Ugye nyilván az övéinek megpróbálta az egész történetet elmondani, értelmezni, ez fontos valami volt, azt sokan várták Fidesz környezetén belül, hogy mit fog az ügyről mondani a miniszterelnök. Ők szerintem abba bíznak, hogy gyakorlatilag ezekkel a lépésekkel elkezd lassan lecsengeni a történet, és azért ezt lehet látni, hogy megvan az üzenet, amit ugye mindenki, aki a kormányzati oldalon, vagy a kormány propagandán megszólal, ugye mindenki ugyanazt hangsúlyozza, hogy volt egy ilyen rossz döntés, de ez a két ember vállalta a felelősséget, lemondtak, ezzel szemben ugye a bal oldalon ugye soha nem vállalják semmiért a felelősséget, és hát nyilván az ember ugye újságolvasóként is látja, hogy jóval kevesebb hír jelenik meg, mint ugye a lemondás előtti napokban, tehát gyakorlatilag a kormánytól független újságoknak a címlapja milyen jellegű cikkekkel volt tele, és most azért már hát látszódik, én is egyszerű újságolvasóként jóval kevesebb hírt találok, ami ezzel a történettel kapcsolatos. Tehát én azt gondolom, hogy ez a válságkezelésnek az első nagyobb időszakát a kormány magához képest szerintem úgy kezelte, hogy a Fidesztől várható volt. Egy erős gyermekvédelmi törvény nyel, vagy módosítással, amit ugye belengetett Orbán Viktor az évértékelőn, azzal hát felül annak, tud kerekedni hát nyilván annak az valamilyen a, szinten. Nyilván annak az a célja ennek az egész gyermekvédelmi törvénynek, hogy ugye ez az egész gyermekvédelem, gender, stb. Ez ugye Fidesznek a témája volt, ugye hát ezt napi szinten beszéltek erről, ez kiemelten fontos volt számukra, és nyilván ezen a területen vissza kell szerezniük a kezdeményezést, hogy nem akarták elveszíteni, nem akarták elengedni ezt a témát, és hogy tudjanak róla beszélni, hogy az ellenzéket ugye lépéskényszerbe tegyék, nem tudjuk, hogy mi lesz ebbe a törvénybe, de hát ugye ez korábbi gyermekvédelmi törvénynél láthattuk, hogy látszólag, ugye, amit ugye beterjesztettek a Kaletta ügy után, az egy olyan törvényt
tervezet volt, ami így a, még akár az ellenzék számára is elfogadható lett, és akkor ugye törvényhez az utolsó pillanatban hozzátettek egy olyan módosító javaslatot, amit már említettem, ugye a homoszexualitással összemosták a pedofiliát, és azzal ugye nyilván az ellenzéket egy nehéz helyzetbe lavírozták, és ezt ugye a mai napig ugye felhánytorgatja a kormány az ellenzéknek, hogy lám-lám, itt volt ez a gyermekvédelmi törvény, az ellenzéknek ugye még se fontos a szerencsétlen kiszolgáltatott gyerekeknek a sorsa, ugye nem tudom megmondani, mi lesz a jövőben, de hát valószínűleg ugye hasonló eszközökkel próbálják majd napirenden tartani a témát, és hogyha lehet, akkor az ellenzéket még nehezebb helyzetbe hozni. Neked mi most a legfontosabb per legérdekesebb nyitott kérdés az ügyben, amire még nincsen válaszunk? Hát szerintem nyilván ugye sok minden lehetne még itt vizsgálni, és az ügynek számtalan szereplője még fel lehet állni, hogy pontosan mit, mikor, hogyan csinál, de hát azért az alap kérdésre még mindig nem kaptunk választ, hogy ez az ember ugye KN-re pontosan miért kapott kegyelmet. Tehát engem még ez leginkább ez érdekelne, hogy itt pontosan mi történt, egészen onnantól kezdve, hogy ezt az embert másodfokon elítélték, egészen odáig, hogy tavaly áprilisban kegyelmet kapott. Ugye, tehát itt ugye egyrészt ugye a köztársasági elnök sem adott erre magyarázatot, nyilvánosan ugye semmiképp nem adott erre magyarázatot, másrészt meg nyilván ennek az illetőnek, K. Andrének a környezetét fel lehetne még mindig tárni, ugye számtalan cikk megjelent róla, hogy neki milyen kapcsolatai voltak, akár Erdélyben, akár Magyarországon. Én, ahogy kormányzati forrásoktól hallottam, ő nem úgy kapott kegyelmet, hogy volt egy fő indok, egy leegyszerűsíthető, egyértelmű fő indok, hanem itt több minden összeadódott ahhoz, hogy ő kegyelmet kapott, tehát az ő feleségének a... Van egy hívásunk, meghallgatjuk. Halló? Nem úgy kapott. Halló? Halló, szia! Lehet, hogy nagyon késő hallom interneten, de ugye a KN-re is miért kapott kegyelmet kérdés, meg ugye? Igen, így van. Na, akkor megmondom nektek, hogy egy ilyen friss, biztos nem tudtok most internetet nézni, 1749-es 444.post főoldalon, KN-re Erdélyi falujában nyaralt tavaly nyáron Novák Katon. És le vannak fényképezve, nem vele nyilván, de Zabolán töltötte a nyarát. Igen, ezt már lehetett egy korábbi, azt hiszem, nem tudom, hogy ez Transtelex cikk volt, vagy, de hogy ez egy ismert dolog, hogy Léva Janikó szereti azt az erdélyi kis falut. Nem Léva Janikó, Novák Katalin volt ott. Igen, és Novák Katalin is oda utazott, igen. Igen, szereti, nagyon szereti. Tehát akkor ez elég még kapcsolat. Igen, ez az egyik indok, de valószínűleg ennél azért hát többről. Ez csak most felszínen került. Jó, nem, köszönjük, nem hogy... Köszönjük. Köszönjük szépen. Szóval, hogy a betelefonáló is említette, hogy nyilván számtalan információ most jön felszínre, sajtóba is ugye megneveztek akár a miniszterelnök családjából különböző embereket, akik akár mondjuk abban a bicskei otthonban sporteseményeket rendeztek, vagy vendégül látták a bicskei otthon gyerekeit, ugye szóba kerül ugye Zabola, honnan ugye K. Endre származik, azt is magyar közéleti szereplők ellátogattak a településre, de én azt gondolom, hogy mindig nem látunk igazán tisztán, és amit tettem, hogy a
kormányzati forrásom is több különböző szállat mondott, amik ugye összeadódtak, ugye ez a református kapcsolattól kezdve, a Kádre családjának a lobbiától kezdve, egészen addig, hogy bizonyos körök mondjuk megsajnálták K. Endrét, és mondjuk ezeket a szálakat még szerintem ki lehetne bogozni, hogy pontosan mégis mi, milyen sorrendben, hogyan történt. Reméljük, hogy választ kapunk ezekre a kérdésekre előbb vagy utóbb, a Direkt 35 biztos azon lesz, hogy ez így legyen. András, köszönöm, hogy eljöttél és beszélgettünk mindenről. És köszönöm a lehetőséget. A hallgatóknak pedig nagyon köszönjük a figyelmet, ez volt a Direkt 36 műsora a Tilos Rádión. Ne felejtjétek el, hogy a Direkt 36 közösségi finanszírozásból működik, szóval, hogyha értékelitek a munkánkat, olvassátok a cikkeinket, akkor fontoljátok meg, hogy a támogatóink lesztek. Ezt megtehetitek úgy is, hogy a direkt36.hu oldalon a csatlakozom a támogatói körhöz fülnél csatlakoztok, de ha hiszek, ha nem, most már felajánlhatjátok a személyi jövedelemadótok 1%-át is, mármint, hogy már is fel lehet ajánlani az adó 1%-ot. A Direkt 36 a Független Újságírók Alapítványával közösen gyűjt, szóval őket írjátok be, hogyha úgy döntötök, hogy nekünk ajánljátok fel az 1%-ot, és az adószám is hozzájuk tartozik. Még egyszer nagyon köszönöm, hogy velünk voltatok, és hallgattatok minket. Gólya Ágit hallottátok, szép estét, sziasztok!